Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Pénteken leplezték le a Nemzeti Összetartozás emlékművét Mária Pócson. Az eseményen jelen volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető, mint ahogy mindig, most is hosszabb interjút adott televíziónak. Miniszter úr, legutóbb január közepén találkoztunk, én megmondom, hogy nem gondoltam volna, hogy két hónap múlva nem a választásokról, vagy egyszerűbb külpolitikai kérdésekről fogunk beszélgetni, hanem egy háború közepette fogunk találkozni. És fogunk erről is beszélgetni, de engedje meg, hogy előtte arról hadd kérdezzem, hogy itt vagyunk most Mária Pócson, Nyírbátorból érkezett miniszter úr. Beruházások történtek az elmúlt 4 évben ebben a délnyírségi térségben, meg utak épültek és újultak, meg kerékpárutak épültek. Hogy látja ez a térség, mennyire fejlődött az elmúlt 4 évben? Mégis csak közeleg a választás, tehát itt az ideje, hogy vonjunk egy ilyen mérleget. Számvetést csináljunk, igaza van önnek ebben. Érdemes ilyenkor megnézni a mérleget, és mi abban a helyzetben vagyunk, hogy nem csak az elmúlt 1 vagy 4, hanem az elmúlt 12 évet tudjuk megnézni. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az ipari termelés 400 milliárd forint körül volt 2010-ben, ma 1200 milliárd forint 2021-ben, ami azt jelenti, hogy háromszorosára növekedett. Ha a munkanélküliséget nézem, akkor a 20%-os munkanélküliség már a 9% alá csökkent. És hogyha azt nézem, hogy hogyan alakultak a fizetések, akkor 2020-ról 2021-re 10%-kal nőtt az átlagfizetés itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ami azt jelenti, hogy az itteni parlamenti képviselők, a városvezetők, a településvezetők fantasztikus munkát végeztek, hiszen az ipari termelés háromszorosára növelése az azt jelenti, hogy hatalmas beruházások kellett, hogy történjenek a megyében, hiszen anélkül ilyen eredményeket elérni nem lehetett volna. Ma is egy nagy 6,5 milliárd forintos beruházást jelentettünk be. A Transit Food Nyírgelsén, illetve Nyírbátorban növeli a víziszárnyas, illetve baromfi feldolgozó kapacitását. 2,7 milliárd forintot adott hozzá a kormány, 166 új munkahely jön létre, 1800-ra nő így a vállalatcsoport által alkalmazott munkatársaknak a száma, növelik az exportjukat, 7000 vágást fognak egy óra alatt elvégezni, 12 tonna áru tudnak becsomagolni egy óra alatt, tehát egészen elképesztő számokat mutatnak, úgyhogy a magyarországi ellátásbiztonság is javul, az élelmiszerbiztonság is javul, és az export teljesítmény is javulni fog. Ugye a magyar élelmiszeripar amúgy is sokat tett hozzá a magyar gazdaság elmúlt években tapasztalható ugrásszerű fejlődéséhez. A világjárvány alatt is jól teljesített az élelmiszeripar, hiszen nem volt ellátási zavar. A 16%-kal nőtt 2020-ban, 17%-kal 2021-ben. A termelési értéke a mezőgazdaságnak idén januárban már 34%-kal. Tehát mindez azt mutatja, hogy a magyar gazdaság, magyar élelmiszeripar nemzetközi szinten is versenyképes, és az ellátás biztonságot is tudja garantálni Magyarországon. Az orosz-ukrán háború miatt lehetnek gondok akár az élelmiszer ellátásban is, világszerte vagy Európa szerte. Magyarországon úgy látja, lehet-e bármi probléma, vagy pontosan ezek a fejlesztések azok, amelyek garantálják, hogy Magyarországon, ha mástól nem, magyar termelőktől mindig lesz megfelelő mennyiség és minőség élelmiszer. Hát nézze, hogy visszaemlékszem a Közgazdaság Tudományi Egyetemen folytatott tanulmányaimra, nem nagyon tudok előhívni az emlékezetemből olyan helyzetet, amikor 2 év leforgása alatt alapvetően változik meg a világgazdaság struktúrája. Márpedig most ez történt. Először a világjárvány miatt abszolút megbomlott a világgazdasági status quo, átrendeződések történtek, megnőtt a távol-kelet szerepe, világgazdasági kapacitások jöttek, mentek keresztül kasul. És akkor most, amikor már azt hittük, hogy akkor nagyjából tisztában vagyunk az új világgazdasági renddel, az most megint megbomlik. Hiszen Európa keleti és nyugati fele közötti gazdasági együttműködés szövetét azt így szálanként egyesével és módszeresen vágjuk el. Nem tudjuk, hogy ez bármikor is beforhat-e, bármikor is meggyógyulhat-e, az mennyi időbe fog kerülni. Tehát egy új világgazdasági működési rend fog létrejönni. Egész egyszerűen azért, mert az európai és amerikai gazdaság keleti irányú beszállításai azok teljes mértékben megszűntek gyakorlatilag, vagy elapadtak. Ezért aztán nekünk is ehhez majd alkalmazkodni kell. Ilyenkor jön jól a tapasztalat, 12 év tapasztalata, hiszen nem egy, meg nem két válságot kellett lemenedzselnünk, és szerencsére minden egyes ilyen válságkezelésnek a közös tulajdonság az volt, hogy sikeres lett.
mindig a nemzeti érdeket követtük, és sikeres lett. Itt most az mindenképpen fontos, hogy a világ gabona exportjának 15%-át adó két ország háborúzik. Ráadásul Ukrajna az európai élelmiszerimportban a negyedik helyen áll, úgyhogy nyilvánvalóan Európában ez fog fejfájás meg kihívást okozni. Mi a magunk részéről a szükséges intézkedéseket meghoztuk, tehát a mezőgazdaságos stratégiaágazatnak minősítettük az élelmiszeriparral együtt. 9000 milliárd forint fog rendelkezésre állni magán, állami és európai forrásokból a fejlesztésekre. 17,5-80%-ra növeltük a nemzeti önrész tartalmát az Európai Uniós támogatásoknál. Gabona exportálási korlátozásokat vezettünk be annak érdekében, hogy a magyarországi állattartás, a húsipar tudjon működni. Úgyhogy mi a magunk részéről mindent megtettünk, a nemzeti érdeket tartottuk itt is elsősorban fontosnak, sőt kizárólagosan fontosnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ahogy eddig is minden válságot, ezt is fogjuk tudni majd menedzselni. Januárban arról beszélgettünk, miniszter úr, hogy ebben az évben lehet, hogy a megyében érkezik egy igazi nagy zászlós hajós nemzetközi beruházás. Ez a háborús helyzet, ez befolyásolja-e esetleg ennek a befektetésnek a sorsát, vagy nem ijed meg senki attól, hogy a szomszédban háború zajlik? Ilyenkor, amikor háború zajlik, és ráadásul nem várt helyen, mert Európában zajlik a háború. Tehát fegyveres konfliktusok az elmúlt években is voltak a világ különböző pontjainak, Közel-Keleten, Afrikában, bizonyos ázsiai országok között, de itt Európában ez nem volt jellemző. És ezért megdöbbentő igazából mindenki számára, hogy most ez a háború Európában zajlik. Ugyanakkor ez felértékeli a politikai stabilitást egy országban, felértékeli a higgadt, nyugodt, megfontolt, felelősségteljes döntéshozatalt, felértékeli az ígéretek betartásának képességét, a gyors és hatékony eljárásoknak a rendjét. És Magyarország ebből a szempontból egy biztonságos kikötő gyakorlatilag, hiszen itt politikai stabilitás van, nyugalom van, béke van, a kormány mögött stabil politikai támogatás áll, a parlamentben és a társadalomban egyaránt, így a mi szerepünk most felértékelődik. És hogyha a választáson tudunk nyerni, és újra egy stabil, nem mindenfajta színű pártokból álló koalíció jön létre, amely nyilván ingatag és instabil, hanem egy stabil kormány tud ismételten alakulni megfelelő parlamenti és társadalmi hátországgal, akkor ebből mi jól tudunk kijönni, mert mi tudjuk biztosítani az esetlegesen megijedő vagy bizonytalan helyzetbe kerülő tőkének, beruházásoknak a nyugalmat, a nyugodt és stabil befektetési környezetet. Nyilván nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz majd Ukrajnában, mikor érhet véget ez a háborús konfliktus. Amikor kialakult, akkor ön voltam az egyik első, aki felajánlotta azt, hogy Budapesten a két fél elindíthatja a tárgyalásokat. Most milyen információi vannak, hol tart ez, mennyire lehet abban bízni, hogy diplomáciai úton esetleg rendezni lehet előbb-utóbb a két fél közötti konfliktus, vagy ezt csak a fegyvere fogják eldönteni? Nem is a bízni itt a jó szó, hanem a reménykedni talán. Tehát mi abban reménykedünk, hogy a béketárgyalások minél előbb eredményre vezetnek. Egyelőre úgy tűnik, hogy a diplomáciai erőfeszítések bár meglehetősen nagy fokúak, mégis sikertelenek. Sajnos úgy látszik, hogy a háborús cselekmények egyre aktívabbak, egyre durvábbak. Ugyan zajlanak a béketárgyalások, de eredményei még nem látszanak, reménykedni és imádkozni tudunk. Természetesen mi, amint lehetett, segítettünk ebben a kérdésben is, tehát amikor úgy tűnt, hogy a vita tárgya az, hogy hol lesznek a tárgyalások, akkor mi felajánlottuk a magunk lehetőségét. Megköszönte mindkét fél, az orosz külügyminiszter is és az ukrán miniszterelnök helyettes is, pozitív gesztusként értékelték. Ugye azóta a videóformátumban zajlanak a tárgyalások, részben pedig Belarusban. Lényeg az, hogy folyjanak és menjenek. És nyilvánvalóan a háború az a legrosszabb forgatókönyv. Nekünk ilyenkor azt kell biztosítani, hogy Magyarország területét, a magyar emberek biztonságát meg tudjuk védeni, és hogy garantálni tudjuk azt, hogy Magyarország nem keveredik bele a háborúba. És ez ennek érdekében meg is tettünk minden szükséges lépést. Ha már elő szóba került ez a téma, a választásnak egyik témája az, hogy akkor most Magyarország milyen formában vegyen részt ebben a konfliktusban. Miért ennyire elhatározott a kormányzat abban, hogy sem fegyvereket, sem pedig katonákat ebbe a háborúba nem vezényel? Az ellenzéknek néha vannak olyan kijelentései, hogy kellene, néha meg olyanok, hogy nem kellene.
Hát nézze, egy kormánynak nem lehet más a feladata, mint az országának a biztonságát garantálni. És Magyarország biztonságát akkor tudjuk garantálni, hogyha kimaradunk ebből a háborúból. És egy kormánynak az a kötelessége, felelőssége, hogy ne keverje semmifajta biztonsági kockázatba az országát. A baloldalnak más az álláspontja, a baloldal nem a nemzeti érdeket figyeli most sem, hanem azt, hogy hogyan tud megfelelni a külső elvárásoknak. Ők ilyen dicséretre, buksi simogatásra vágynak külföldről, Washingtonból, Berlinből, New Yorkból, Brüsszelből, ki tudja még honnan. Minket ez nem érdekel, minket kizárólag a nemzet érdeke. Az, ami érdekel, kizárólag az érdekel minket, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonságban legyenek. A katonaküldés, a fegyverszállítás és a fegyverszállítmányok átengedése az országon, az mind-mind kockázatot jelentene. Mind-mind a háborúba történő bevonódás, beleprovokálódás, belesodródásnak a kockázatát. És ezt a lehető legmesszebbre el kell kerülni. Ütközik itt az álláspontunk a baloldallal, akik szerint katonát és fegyvert is kellene küldenünk, akik hazárulásnak tartják azt, hogy nem engedjük át a fegyverszállítmányokat Magyarországon, de mi nem akarjuk azt, hogy Magyarország bármely területe vagy Kárpátalja katonai célponttá váljon az oroszok szemében, ugyanis, hogyha egy fegyverszállítmányt átengednénk, akkor az nyilván az oroszok szempontjából egy megsemmisítendő katonai célpont. Amíg Magyarország területén tartózkodik, élünk azzal a valószínűséggel, hogy egy NATO tagország területére nem lőnek oda, mint hogy eddig ezt nem is tették. De amikor ez a fegyverszállítmány Ukrajna területére érne Magyarországról, akkor az Kárpátalja területén lépne be Ukrajnába, senki nem akarja, hogy oda lőjenek, ahol magyar emberek élnek. Ráadásul hallottam olyan elemzést hozzáértőktől, hogy az egyik legrosszabb útvonal Kárpátalján keresztül, tehát sokkal egyszerűbb máshonnan közelíteni Ukrajna központjába, mint innen. Hát nézze, ez lehet, hogy így van. Én azt tudom, hogy nekünk ezt a saját szempontunkból kell vizsgálni. És a saját biztonsági szempontunk az diktálja, hogy itt fegyverszállítmány ne menjen keresztül. Nagyon sokan elhagyták Kárpátalját, kárpátaljai magyarok, és jöttek át Magyarországra, családtagokhoz, rokonokhoz. Nagyon sokan jönnek, még miniszterelnök úr azt mondta, hogy a jövő héten lehet, hogy még sokkal többen jönnek. Készen áll a kormányzat, meg a helyi önkormányzatok arra, hogy segítsenek ezeken az embereken? Természetesen készen állunk egy jelenleginél jóval nagyobb menekült hullám kezelésére is. A magyar állami szervek, a kormány, a jótékonysági szervezetek, egyházi szervezetek, önkéntesek fel vannak arra készülve, hogy egy mostaninál is nagyobb hullámot kezelni tudjunk. Mindenkinek biztosítjuk az ellátást, a menedéket, a szállást, sőt, akik hosszabb távon itt és velünk szeretnének maradni, számukra munkát adunk. Meghoztuk azokat a szükséges intézkedéseket, amelynek nyomán regisztrálni tudjuk azokat, akik szeretnének dolgozni, őket összekötjük azokkal a vállalatokkal, akik szeretnék őket alkalmazni. A szükséges kedvezményeket, intézkedéseket meghoztuk annak érdekében, hogy a vállalatok tudják alkalmazni a menekülteket. Nekik is az a jobb, hogyha nem segélyből, hanem munkából élnek, amíg itt vannak. Mi egy munkaalapú társadalmat építünk, tehát ugyanúgy, hogy a magyaroknak, úgy a menekülteknek is sokkal inkább munkát adunk, mint segélyt. Mit lehet arról tudni, mennyire maradnak itt az Ukrajnából menekültek, vagy mennyire mennek tovább Nyugat-Európába? Hát nézd, az Ukrajnából menekültek ebből a szempontból három kategóriába sorolandók. Ugye vannak a harmadik országok állampolgárai, akik Magyarországot egy tranzit országként használják, tehát annak érdekében, hogy haza tudjanak térni Indiába, Kínába, Marokkóba, Nigériába, Iránba, Izraelbe. Mi ebbe segítettünk nekik, tehát ők megjöttek, elvittük őket a repülőterekre és hazarepültek. Aztán vannak a kárpátaljai magyarok, akik nyilvánvalóan maradnak itt Magyarországon barátoknál, családoknál vagy a magyar állam segítségét kérve, és vannak az ukrán nemzetiségű ukrán állampolgárok, akiknek egy jelentős része tovább megy, Nyugat-Európa, Dél-Európa, vagy éppen Lengyelország irányába, egy kisebbik részük marad. Ugye ezt majd később lehet megmondani, hogy mekkora lett ez a szám, de aki marad, annak az ellátását és a munkáját biztosítjuk. Arra lehet számítani, sokan attól tartanak kárpátaljai magyarok, hogy ha vége van a háborúnak, nem tudnak visszamenni, mert a házaikat esetlegesen már mások elfoglalták. Hát nézze, legyen először vége a háborúnak, és utána
majd segítünk abban természetesen, hogyha ha valakinek ilyen típusú problémája van, akkor az megoldódjon. Nyilvánvalóan Ukrajnában is a jogszabályok működnek, valakinek van egy jogos tulajdona, akkor azt a tulajdonjogát gyakorolhatja. Kialakítottunk egy jó kapcsolatot, jó együttműködést, mondhatnám azt is barátságot az új kárpátaljai kormányzóval, Viktor Mikitával, akinek nagyon jó, korrekt az együttműködése és a kapcsolata a kárpátaljai magyarokkal, az őket képviselő szervezet vezetőivel. Tehát ő a megbékélés kultúráját képviseli Kárpátalján, tehát én azt gondolom, hogy minden ilyen kérdés, minden ilyen félelmet fogunk tudni kezelni, vagy legalábbis mindent megteszünk annak érdekében, hogy tudjuk majd kezelni a háborút követően. Miniszter úr, köszönöm szépen az interjút. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Szijjártó Péter a Nemzeti Összetartozás emlékművét avatta fel Mária Pócson. Az ünnepi alkalomhoz kapcsolódó konferencián Mária Pócs és Csíkszereda polgármestere írt alá testvérvárosi megállapodást. Mária Pócson a görögkatolikus templom mellett avatták fel a Nemzeti Összetartozás emlékművét. Az esemény után a helyi zarándokházban írt alá testvérvárosi megállapodást Mária Pócs és Csíkszereda polgármestere. Több éves szándékunk valósul ma meg. A Kárpát-medence két leglátogatottabb bucsójáróhelye, Csíksomlyó és Mária Pócs szerződés aláírása lesz meg egy pár pillanaton belül. Azért, hogy összekössük egyhelyeinket, azért, hogy mert a nemzet összetartozik, azért, mert a jövő közös, függetlenül attól, milyen határok választanak el bennünket, ez a testvértelepési szerződés is húzza alá, együtt vagyunk, egymásért vagyunk és összetartozunk. Mi a végeken lakunk, Kárpát-medencének a végein, önök az állam határainak a végein. Érezzük azt, mit jelent a végvárakon dolgozni, közösségért tenni, cselekedni, ezért is érzem azt, hogy itt a Mária Pócsiak és a csíkszerdaiak, csíksomlyaiak jól megértjük el egymás jövőben is, és támogatjuk mindazokat a programokat, amelyek a hiten, a reményen és a Mária tiszteleten alapszanak. A tanácskozáson Simó Miklós, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője azt mondta, az elmúlt 4 évben milliárdos egyházi fejlesztéseket hajtottak végre oktatási, szociális intézményekben kormányzati segítséggel. A választókerületünkben 10 egyházi, szociális, oktatási, nevelési intézmény működik. Megújultak ezen intézményeink, több mint 7 milliárd forint értékű beruházást hajtottak végre az egyházi szervezeteink ezen intézményekben. Egyházi örökségvédelemre 48 programban 406 millió forintot fordítottunk. Templomok látogatóbarát fejlesztésére a megyei turisztikai program jóvoltából 10 programban 400 millió forint lehetőséget kaptak templomaik megújítására az egyházközségek. Míg a magyar-román határon átnyúló program keretében a választókerületünkben 3 templom újul meg 613 millió forint értékben. A Magyar Falu program jóvoltából 35 közösségi tér kialakítása, fejlesztése történt meg 470 millió forint értékben. Tehát összességében mintegy 9 milliárd forint értékű fejlesztés történt az egyházak vonatkozásában 18 és 22 között a választókerületben. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a Románia miniszterelnök helyettese azt mondta, az erdélyi magyarság 32 éve lelki zarándok úton van, amelyet a szabadság tett lehetővé. 12 éve pedig paradigmaváltáson ment keresztül a nemzetpolitika, amely azóta támogatja határon túli magyarságot. Amikor két Mária kegyhelyet ilyen formában is összekötünk, Csíkszereda, Csíksomlyó, Mária Pócs, akkor állíthatjuk-e szentségtörésre azt mondani, hogy a mi nemzetünk és ezen belül az erdélyi magyar közösség zarándok úton van több mint 100 esztendeje. Ez egy lelki zarándokút, ez egy szellemi zarándokút, és igen, 32 esztendeje, immár tudjuk építeni azt az összetartozást, amely a fizikai országhatárokon túl nyúlik. Nekünk ebben az időszakban az egyik nagy
kincsünk a türelem volt. Ez volt a mi bölcsességünk, hogy tudtunk tervezni, és kitartóan, türelmesen tudtunk építkezni. Tudtuk, hogy a nemzetet akkor lehet összefogni a Kárpát-medencében, hogyha mindenki a maga helyén, a megfelelő pillanatban elvégzi jó lelkiismerettel, tiszta lelkiismerettel a munkáját. De azért volt ez lehetséges, hölgyeim és uraim, mert ezelőtt 32 esztendővel visszakaptuk a szabadságunkat. És a szabadság tette lehetővé, hogy ezt az építkezést végigvigyük. A szabadság, amely rettenetesen sérülékeny. Hogyha arra gondolunk, hogy közülünk, az én nemzedékem közül, ezelőtt 3 évtizeddel, vagy több mint 3 évtizeddel ki gondolta volna, ki hitt abban, hogy néhány év múlva szabadok leszünk, ki gondolt volna arra, hogy 32 év múlva szabadon összetudjuk kötni a közösségeinket, azt gondolom, hogy kevesen voltunk olyanok, akik ezt gondoltuk, hittük volna. De ugyanakkor a mi nemzedékünk soha nem gondolta, hogy ismét testközelből érezheti a háborút. Azt a háborút, amely itt a szomszédban kitört, és amely a szabadságot veszélyezteti. A szabadság egy törékeny dolog, nekünk minden nap meg kellett küzdeni érte, minden nap meg kell küzdenünk érte. És a szabadság mögött ott van az emberi méltóság. Az emberi méltóság nélkül nem lehet szabad egyetlen egy ember sem, egyetlen egy közösség sem. És egyetlen egy közösség sem lehet szabad a másik közösségnek a rovására. Most néhány nappal március 15-e után, amikor a magyar szabadságharcot ünnepeltük, amikor a magyar szabadságharcra emlékeztünk, akkor azt gondolom, hogy ezek a kérdések, ezek nagyon is időszerűek, és a mai közép-európai, kelet-európai, európai kontextusban még inkább igazak. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, egy dolgot tudunk, hogy nekünk ezt az összetartozást, ezt az egymásra találást meg kell tudnunk őrizni. És ehhez megint csak szükség van a szabadságra. És az összetartozás az mindennapi kérdés. Persze, jó, hogyha van ennek emlékműve, de ez nem lehet a múlté. Ez a jövőé kell legyen, a jelené és a jövőé. A nemzet összetartozása. Az elmúlt 12 esztendőben történt egy óriási nagy változás. Történt egy paradigmaváltás a nemzetpolitikában, és ezt köszönjük a magyar kormánynak. Az elmúlt 12 esztendőben sok-sok olyan döntés született, ami ezt az összetartozást megerősítette, lehetővé tette, és a perspektívákat kinyitotta a következő évekre, a következő évtizedekre. Ezt nem lehet elengedni, ezt meg kell őrizni, meg kell erősíteni, és ez megint csak egy döntést jelent. Döntés jelent ma, döntés jelent holnap, döntés jelent holnap után. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter úgy fogalmazott, a magyarokat a keresztény hit tartotta meg 1000 éve Európa közepén. Testvérnek lenni az egy különleges érték, különleges dolog. Testvérek szüleinek lenni meg pláne. Ott kell a türelem és a bölcsesség sokszor. Ugyanakkor testvérnek lenni szeretetet és ragaszkodást is jelent, de erőt is. Ugye a mondás úgy szól, mikor fivérek összedolgoznak, a hegyek arannyá változnak. Őszintén reméljük, hogy az a testvériség, az a testvéri lét, amelyről most megállapodás köt a két település, ezt az erőt, ezt a szeretetet és ezt a ragaszkodást fogja hozni a két település valamennyi lakója számára. Főtisztelendő érsek és püspökatyák, kedves barátaink, 1000 esztendeje, kicsit több mint 1000 esztendeje, első keresztény királyunk a hazánkat Szűz Máriának ajánlotta, és most két olyan település szövetség kötésén lehetünk jelen, amely két település büszkén ápolja ezt a hagyományt, világszerte ismert és elismert jelképei a magyarok Mária felé tanúsított tiszteletének és szeretetének. Mindkét település büszkén ápolja ezeket a hagyományokat, ezeket tettekben is bizonyítja, nem csak szavakban, aktív szervezői és résztvevői a közép-európai népek zarándok útjának, a Mária útnak, amiről volt kedves érsekatya itt már előbb beszélni. Kedves barátaim, szerintem nem feledhetjük, hogy minket, magyarokat, a keresztény mi voltunk segített abban, az élő hitünk tartott meg itt 1000 éven
ezer esztendőn keresztül Európa szívében. Jóval erősebbek, és nálunk jóval gazdagabbak is próbáltak minket elfoglalni, sőt elpusztítani, de ez senkinek sem sikerült, és hogy ez senkinek sem sikerült, abban azt gondolom, hogy a főszerepet keresztény hitünk és keresztény mi voltunk játszotta. Szent István királyunkat ma is zsinór mértéknek tekintjük. Szent István egyszerre kívánt a szívügyé tenni a keresztény hit vállalását és megvallását, közösséget vállalni és szövetséget építeni a nyugattal, megszilárdítani az ország államiságát, biztonságát és szuverenitását, és megőrizni mindazt, ami minket, magyarokat magyarrá tesz. És ha visszatekintünk az elmúlt évszázadokra, akkor azt látjuk, hogy a magyar nemzet mindig akkor gyarapodott, amikor hűséges volt ehhez a Szent Istváni örökséghez, és mindig akkor került a mélypontra, amikor vagy jobbra, vagy balra eltért ettől az örökségtől. És az elmúlt 32 esztendőben, miniszterelnök helyettes úr is volt kedves utalni rá, a rendszerváltás óta eltelt időszakban is csak akkor tudtuk a saját utunkat járni, csak akkor tudtunk erősek lenni, amikor nem hajoltunk meg külső politikai vagy gazdasági nyomásgyakorlás előtt vagy alatt. És ma itt egy különlegesen veszélyes helyzetben vagyunk, hiszen a szomszédságunkban háború dúl, és ilyenkor a nemzeti kormány feladata és kötelessége nem is lehet más, mint az ország szuverenitásának, vagyis biztonságának és békéjének megőrzése. Nem lehet elkerülni még ezen alkalommal se, hogy beszéljünk arról, hogy sorsdöntő választás előtt áll az ország és a nemzet. És nagyszerű dolog, hogy ez a mondat néhány éve nem ér véget az ország szónál, hanem elmondhatjuk, hogy az ország és a nemzet. Sokat küzdöttünk mi ezért, magyarok példátlanul széleskörű összefogására, mondhatnám egy kétharmados választási győzelemre volt szükség ahhoz, hogy hazánknak, nemzetünknek az egész nemzet szabhasson irányt, és a nemzet minden tagja lakóhelyétől függetlenül részt vehessen a közös jövőnkről szóló közös döntésben. Számunkra, akik a politikának a nemzeti, keresztény, vagy mondhatnám jobb oldalán állunk, számunkra ez természetes. Mégis küzdenünk kellett érte, ugyanis a baloldal itt Magyarországon ki akarta zárni a határon túlélő magyarok közösségét a közös döntéseinkből. Ezért engedjék meg, hogy itt és most, amikor erdélyi testvéreink is itt vannak velünk, arra kérjek, biztassak minden Erdélyben élő magyart, hogy vegyenek részt a jövőnket, a sorsunkat meghatározó választáson. Most ugyanis nem egyszerűen társadalmi vagy gazdasági jövőképekről, hanem béke és biztonság vagy háborúskodás kérdéséről kell döntést hoznunk. Itt Magyarországon a baloldal háborúba akarja sodorni az országot, ezt pedig nekünk meg kell akadályozni. A miniszter arról is beszélt, hogy szombattól már nyitva vannak a romániai magyar konzulátusok is a választópolgárok előtt, a szavazás napján április 3-án pedig nem csak a 12 nagy, hanem a 10 magyar-román kis határátkelőt is nyitva tartják a szavazni vágyók számára. Az orosz-ukrán háború elől menekülők egészségügyi ellátását is megszervezte a kormány, a kisvárdai kórházat jelölték ki azok számára, akik gyógyításra szorulnak. A görögkatolikus intézmény igazgatóját Kindrusz Emese kérdezte. A kisvárdai Szent Damián görögkatolikus kórházban is járt Orbán Viktor miniszterelnök múlt csütörtökön. A kórház a határhoz való közelsége miatt most kiemelt szerepet kapott a háborús menekültek ellátásában.
Három héttel ezelőtt indult el a háború csütörtökön, akkor már készültünk arra, hogy határmenti kórházként ebben biztos, hogy valamilyen szerepet fogunk vállalni és kapni. Szombaton már meg is érkezett az ehhez, vagy erre vonatkozó utasítás, hogy Mándokon, illetve Aranyosapátiban vegyünk részt a menekültek szűrésében. Ez két hétig tartott ennek a szűrési folyamata, és utána átálltunk arra, hogy az Áhonyi határátkelőnél vesznek részt a munkatársaink a menekültek szűrésében. Erre az első pillanattól kezdve számoltunk, tekintve azt, hogy a határtól 20 kilométerre fekszik a Szent Damian görögkatolikus kórház. Várható volt, hogy ebben feladatunk lesz. Határmenti kórházként szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy nagyon sok kollégánk beszél ukránul, illetve néhányan oroszul is, tehát tudjuk őket segíteni, és már a beosztásokat úgy készítettük el ezeken a szűrőpontokon, hogy mindig legyen olyan kollégánk, munkatársunk ott, aki segít a tolmácsolásban, segít az ellátásban. Ezen túl pedig kórház szempontjából feltöltöttük a raktárainkat, olyan egészséganyagokat, gyógyszereket szereztünk be, ami az esetlegesen nagyobb betegbeáramláshoz elegendő legyen. A kórház főigazgatója elmondta, számítanak rá, hogy a következő napokban tömegesen érkezhetnek betegek a határ túloldaláról. Miniszterelnök úr itt volt a kórházunkban, és kiemelt, hogy a következő hét nagyon kemény lesz ebből a szempontból, nagyon sok menekült várható. Mi már készülünk erre majd, és a COVID-ellátásunkat egy másik helyre költöztettük át, hogy legyen egy olyan épületünk, ami önállóan akár 150 ágyig is feltölthető, hogyha szükséges. Természetesen ez humán erőforrás máshonnan is biztosítani kell. Ami pedig nagyon fontos, és amit mindenképpen szeretnék kiemelni, hogy a háború első napjaitól egy olyan együttműködés indult el a rendőrség, katasztrófa védelem, OMSZ, igazgatásrendészet munkatársai között, amit én még korábban is tapasztaltam, de ez még százszorozódott és még jobban működik. És ez a fajta együttműködés lehetővé teszi azt, hogyha a kórházba nagyobb betegbeáramlás indulna meg a határ felől, akkor erre vonatkozóan jelzést kapunk majd tőlük. Hegyi Henrik főigazgató kiemelte, a menekültek ellátásának feladata hosszú távon a többi megyében lévő kórházat is érinti. Ez a feladat valószínűleg hosszabb távon nem csak a mi kórházunkra, ahogy jelen pillanatban a megyében működő többi kórházat is érinti, és már ott is látnak el menekülteket, tehát ez egy közös feladat lesz majd a későbbiekben. Várhatóan az jöhet még szóban, hogy határmentiségünk okán egyfajta triás szerepet tölthetünk be, hogyha háborús sérültek is érkezhetnek országunkba későbbiekben ellátásra, amit jelen pillanatban még nem tudunk, hogy ez be fog-e következni. Az elmúlt két évünk a COVID ellátásról szólt, ami egy dologra megtanított minket, hogy biztosnak soha semmit nem tekinthetünk. Egy dolgot már megtanultunk, hogy úgy tudjuk az erőforrásainkat átcsoportosítani, hogy mindig a legfontosabb és a legnagyobb erőforrást igénylő feladatokra tudjuk áttenni a munkatársainkat. Hogyha ez a szám megnövekszik, akkor szabadságról visszahívó munkatársokat, vagy túlórával fogjuk megoldani az ellátásokat, de ahogy előbb is említettem már, ebben a többi intézménynek is szerepet kell majd vállalni, és szerepet is fognak kapni. Együttműködünk most is jelen pillanatban az ellátásban. A háború első napjaitól érkező menekültek már az első napon is, szombaton már megjelentek itt nálunk, tehát akkor is már covidos beteget láttunk el, illetve sok gyermekes családok is érkeztek már hozzánk, tehát ez a szám, ez a mostani 6, ez volt már 24 is, tehát ez egy nagyon hektikus szám, attól függ, hogy milyen a beáramlás. A kórház főigazgatója elmondta, az elmúlt 3 hétben az intézményben ellátott menekültek állapota változatos képet mutat. Volt, aki krónikus betegséggel, volt, aki Covid-dal került osztályra. Az egyházi fenntartású kórházban a menekültek számára lelki segítségnyújtást is végeznek. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között a szociális munkáról és az ingatlanpiac változásairól esik szó. Számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra!